Utazni egy csecsemővel, vagy éppen egy kisebb gyerekkel nagyon sokszor a szülők ettől óckodnak, és azt mondják, hogy nem, megvárom inkább, amíg nagyobb lesz, most inkább otthon maradunk egy pár évig. Kérdés, hogy ez milyen hatással van a gyereknek a fejlődésére, vagy mit adhat egy utazás egy kisgyermek számára? Tarts velem a videóban! Mi az első hosszabb utunkra 8 hónapos korában mentünk Lenivel, amikor nekivágtunk egy olaszországi utazásnak, és 12-13 órán át utaztunk autóval, és meglepő módon a gyerek nagyon jól viselte, sokkal jobban, mint én mondjuk az anyós ülésen az ülést. Ő nagyon jól eljátszogatott, néha egyikünk vagy másikunk hátraült hozzá, megálltunk nyilván időközönként egy benzinkúton, kiszálltunk a gyerekkel, picit játszottunk vele, ettünk, ittunk. Már az utazást is élvezte, és azt, hogy együtt van a család, és most valami más dolog fog történni. Úgyhogy nagyon nem bántuk meg azt, hogy már ennyire picinek elindultunk a gyerekkel. És aztán ebből rendszert is csináltunk, és 2 éves volt lenni, amikor az első egy hónapos utunkra elmentünk repülővel már messzebbre, Sri Lankára, és egy fantasztikus hónapot töltöttünk ott. Azóta voltunk Balin is egy hónapot, voltunk Tájföldön is, amik ilyen hosszabb utazások, és persze rengeteg autós utunk is volt. És én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy azért óckodnak ettől az egésztől a szülők, mert nekik kényelmetlenebb az, hogy gyerekkel kell utazni. Igen, gyerekkel nem olyan utazni, mint gyerek nélkül, mint a gyerek születése előtt volt. Ez 100%-ig így van, nincs is miről beszélni. Nem tudsz akkor kelni, amikor akarsz, nem tudsz akkor szexelni, amikor akarsz, nem tudsz annyi koktélt inni este, amennyit akarsz egy buli alkalmával, hogyha egy kicsit görbébb az este, mert van ott valaki, vagy valakik, akiért neked felelősséget kell vállalni. Én mindenkinek azt kívánom, hogy élje ki a fiatalságát, amíg még nincsen gyerek, és valósítsa meg ezeket az álmokat vagy ambíciókat, ha egyáltalán ez valakinek fontos. Nyilván nem mindenkinek, mert én például soha nem jártam bulizni életembe, mert én, amikor voltam egy szórakozóján, akkor én szórakoztattam az embereket, a mások meg buliztak. Tehát mi dolgoztunk mindig ünnepekkor is, karácsonykor, szilveszterkor, úgyhogy ez nekem például kimaradt, de nem is hiányzik. De azt szerintem nagyon vissza tud ütni egy gyermekvállalás után, hogyha úgy éltél, hogy nagyon visszafogottan, és aztán így erőre kap valaki egy házasságban, hogy na akkor most én majd, nem tudom, neki megyek az éjszakának, és bulizok nyakra főre, annak nem biztos, hogy otthon örülni fognak, tehát ezzel mondjuk óvatosan. De a gyerekvállalás után egy teljesen más energiával látja el a családot az, hogyha elkezdünk közösen utazni. Először is szerintem a közös emlékek azok, amik összekovácsolnak egy családot, vagy összekovácsolnak egy párkapcsolatot. Egy gyerek nem arra fog emlékezni, hogy mondjuk az anyja hány órát töltött vele napi szinten, és mondjuk a 3 éves koráig nem járt bölcsödébe, akkor anyám velem volt minden egyes nap 3 éves koromig a 0-24 órában, miközben mosott, főzött, takarított. Nincs ezzel baj, hogyha így van. Tehát nehogy valaki félreértsen, nem erről van szó, hanem arról, hogy amikor egy gyerekkel beszélgetsz, akkor ő azokat az élményeket fogja fölhozni, amik ott voltak és közösen megéltétek a pillanatot. Sokan azzal jönnek, hogy nem is emlékszik a gyerek, meg 3 éves kora előtt törlődik a memóriája. Itt 2 fontos dolog van, amit meg kell említsek. Az egyik az az, hogy ha úgy is van, hogy törlődik a memóriája, kit érdekel, mert engem az érdekel, amikor én ott vagyok egy naplementét nézve, vagy egy elefántot etetve, vagy egy teknőst etetek a gyerekemmel, vagy éppen egy szörfdeszkán ülünk, akkor az érdekel engem, hogy abban a pillanatban én nagyon jól érzem magam a gyerekemmel, és a gyerekem is nagyon jól érzi magát velem, és látom, hogy csillog a szeme és mosolyog az arca. Tehát ha még valóban el is felejti a kisebb gyerek, hogy mi történt korábban, akkor sem baj, hiszen nem kell, hogy feltétlen a múltban éljünk. Hogyha az a pillanat megtörtént és sokat adott, akkor azt gondolom, hogy az már teljesítette az a pillanat a küldetését. A másik dolog pedig az, hogy föl lehet tartani ezeket az emlékeket, ezeket az élményeket. Nekünk például van egy falunk a házunkban, ahol gyönyörű vakrámázott vászonképek vannak, és minden egyes nagy utazásunkról van egy olyan momentum, amit nagyon szerettünk. Körülbelül van 15 darab kép a falon, és a gyerek minden egyes nap elmondja, hogy anya, amikor ott voltunk, és a szülőnapomon kókuszdiót ittam, és anya, amikor itt voltunk, és áll, és minden képről elmondja. Lehet, hogy nem emlékezett rá, hogy 2 éves korában
Nyilván hol voltunk éppen, és melyik országban, és mit csináltunk, de a képről felismeri, és erről álmodik, és ezt mondja el minden este, hogy anya, én most arról fogok álmodni, hogy majd mikor utazunk legközelebb végre újra, és együtt lesz a család. Tehát látszik, hogyha ezzel te foglalkozol, és ezt életben tartod, ezt az emléket, akkor ez az emlék életben tud maradni, és teljesen mindegy, hogy ez hány éves korában történt meg a gyereknek. Ami még egy érdekes dolog, hogy egyfajta alkalmazkodó készséget és képességet is tudsz ezáltal adni a gyerekednek, hiszen alkalmazkodik az ottani emberekhez, alkalmazkodik az ottani kultúrához, alkalmazkodik az ottani időjáráshoz, alkalmazkodik az ottani ételekhez és a napirendhez, és még sorolhatnám. Más, mint Magyarországon. Mást fogtok enni, mást fogtok inni, mást fogtok játszani, és lehet, hogy más bőrszíne lesz azoknak az embereknek, akik ott vannak. De ez például Leninél soha nem volt probléma. Emlékszem, amikor Sri Lankán voltunk, ugye 2 éves volt, egy szőke hajú, kékszemű kisfiúról beszélünk, fehér bőrrel. A csodájára jártak mindenki a szállodában, minden recepciós hölgy beöltözve, igazi szingaléz öltözetbe őt akarta ölelgetni. Minden gyereknek más volt a bőrszíne, mint neki nyilvánvalóan, de ugyanúgy leült játszani azokkal a gyerekekkel, ugyanúgy leült tologatni a matchboxot, vagy éppen homokozni, és mindegy volt, hogy nem értik egymás nyelvét, mert egy pillanat alatt tudtak egymáshoz kapcsolódni. Volt egy tuk-tuk sofőrünk, aki minden nap vitt minket A pontból B pontba, amikor éppen szerettünk volna valahova menni, és nagyon jól összebarátkoztunk vele. Azért szeretek hosszabb időre elmenni, mert egy picit úgy érzem, hogy ilyen helyi is leszek ezáltal, és amikor összehaverkodsz valakivel, aki mondjuk ott például egy sofőr, és mindig vele viteted magad, akkor mi rengeteget szoktunk beszélgetni. Olyan helyekre is elvisz minket, ahova egyébként a turista nem járna, vagy nincs benne az útikönyvben, és a kultúrát is meg tudod ismerni. És képzeljétek el, hogy meghívott minket magához utolsó pár napban, amikor már hazafele készültünk, hogy ismerjük meg az ő kisfiát és az ő feleségét, és készítenek nekünk egy eredeti Sri Lankai vacsorát. Mi ezt el is fogadtuk természetesen, és amikor elmentünk a helyre, ahol a vacsora volt, akkor hát nem lepődtünk meg azon, hogy ez egy kis sufni volt, ahol ők laktak, és döngölt padló volt, hiszen ott így élnek az emberek, ilyen szintű szegénység van egyébként. És a kisfiú a döngölt padlón játszott, tologatta az egyetlen matchboxát, a kisfiam rögtön leült vele játszani, rögtön összebarátkoztak, nagyon nagy szeretettel készítettek nekünk egy vacsorát, ami egy akkora adag étel volt 5-6 embernek, amit mi ketten szoktunk megenni egyébként, úgyhogy nem eszünk sokat. Tehát nem azért volt ez az étel kevés, hanem azért, mert ott ennyi van, és ezt kell beosztani, és ezt megosztották velünk, és aztán a kisfiú nekiadta ezt az egyetlen matchboxát a Leninek, és ezek azok a pillanatok, amiket te nem fogsz tudni megvalósítani, hogy állandóan abba a lakókörnyezetbe élsz, abba az óvodába, iskolába járatod, ugyanaz történik minden nap, mert ez csak akkor történik meg, amikor kilépsz a komfortzónádból. És nyilván ez nem mindig könnyű, van, hogy sok cuccot kell pakolni, vinni, sír a gyerek, pelenkázni, etetni, fáj a füle, nyűgös lett, elfáradt, és még sorolhatnám, de amikor ilyen pillanatok megszületnek, amire még én is úgy emlékszem, hogy a könnyeimmel küszködöm, pedig hosszú évekkel ezelőtt volt, akkor úgy érzem, hogy jól döntöttünk, amikor azt mondtuk pár hónapos korábban, hogy mi ugyanazt az életet szeretnénk élni, mint korábban. Nem szeretnénk ebben kompromisszumot kötni, hogy ne utazzunk, mert született egy gyerekünk. A gyereket kell integrálni a mi családi életünkbe, és ezáltal ő is sokkal több lesz, és teljesen máshogy fog gondolkodni. Úgyhogy remélem, hogy kedvet csináltam ezzel a kis személyes történettel nektek. Nekünk az utazások rengeteget adtak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál.